Egy három pilléres pályázat részeként újították fel teljesen a tüdőkórház területén található addiktológiai részleget. A hospice-t követően ez és a rehabilitációs tüdőgyógyászati osztály tudott megújulni részlegesen uniós forrásból. Az addiktológiai rehabilitációs épület két szinten 1000 négyzetméteren újult meg szinte teljes egészében. A földszinten folyik a járó betegellátás, az emeleti részen pedig 2-3 ágyas szobákban helyezték el a fekvő beteg részleget. A kivitelező számára az egyik legnagyobb kihívást az épület statikai állapota jelentette, ami miatt sok előre nem látható munka is keletkezett. Komplett fal és födém hőszigetelés, nyílászáló csere, padlóburkolatok cseréje, teljesen új tűzvédelmi és akadálymentesítési rendszer. A legérdekesebb folyamata talán a statikai megerősítés volt ennek az épületnek. Egy nagyon rossz adottságú talajon építették ezt föl néhány évtizeddel ezelőtt, és emiatt súlyos épületkárosodások voltak láthatók. Ezt a kivitelezés megkezdése után feltártuk, a statikus tervező megoldásokat adott a kivitelezésre, és ezerint alakítottuk át a szerkezeti rendszereket részben megerősítésekkel, részben könnyítésekkel, részben kiegészítő szerkezetekkel. A másik beruházás a rehabilitációs tüdőgyógyászati osztály részleges felújítását jelentette, itt elsősorban az épület külső részén történtek meg a kivitelezési munkálatok. A végösszeg ennek a pályázatnak 350 millió forint, amiből véleményem szerint nagyon hasznosan sikerült, hogy egy 30 ágyas járóbetegellátás, egy 20 ágyas, illetve egy részleges felújítást itt a légzésszerű rehabilitáción. Ez praktikusan hőszigetelést kapott, nyilászáró cserét kapott, illetve a tető szerkezet lett teljesen felújítva, és a vizelőblokkok lettek kialakítva, és akadálymentesítve lett ez az épület is. Mindhárom ellátás önképpen egy rehabilitációs ellátási forma, és hát nagyon-nagyon fontos. Az új addiktológiai részleg teljesen akadálymentesített lett, és egy modern tűzvédelmi rendszert is kiépítettek benne. Az intézmény orvosai részére azért is fontos ez a mostani beruházás, mert amellett, hogy egy sokkal komfortosabb épületben tudják végezni mindennapi munkájukat, a szenvedélybetegek gyógyulása is hatékonyabbá válhat, a sokkal speciálisabb és modernebb ellátási lehetőségek révén. A kiszolgáló helyiségekben a csoportterápiás helyiség biztosítva van, a foglalkoztatás biztosítva van, végre külön szobája van a klinikai szakpszichológusnak, tehát ezek a feltételek biztosítva vannak, ez az egyik. A másik, mivel megkaptuk, tehát eddig krónikus osztályként működött a tüdőkórházban az alkoholbetegek ellátása. A rehabilitáció azt jelenti, hogy sokkal magasabb szakmai színvonalat, sokkal több speciális szakembert kell biztosítani, ezáltal a betegek ellátásának a szorzója rentábilisabb, kedvezőbb tud lenni, de ez egyetlen a minőségi rendkívül nagy változást jelenti. Az addiktológiai épület belakása a bebútorozást követően és a szükséges engedélyek beszerzése után azonnal megtörténhet, ez várhatóan májusban lesz.